Elindult a kormányablakbusz megyénkben is. Az első kormányablakbuszokat 2018-ban adták át, ekkor 12 ezer ügyfelet szolgáltak ki. Ez a szám 2019-ben már 22 ezerre nőtt. Komárom-Esztergom megyében Duna-Szent Miklóson mutatkozott be először a jármű október 2-án. A mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatokon az ügyfelek elintézhetik a kormányablakokban elérhető ügyköröket, benyújthatják kérelmeiket hatósági ügyekben, illetve tájékoztatást kaphatnak az eljárás menetéről. A megyei átadót megtisztelte jelenlétével Cunyiné dr. Bertala Judit országgyűlési képviselő, dr. Völner Pál államtitkár, Bencsik János miniszterelnöki biztos és dr. Kans Csaba a kormány megbízott is. 2018-ban indult el országos szinten az első kormányablakbusz, és abban az esztendőben 12 ezer ügyfelet szolgáltak ki ezek a buszok. Jellemző a népszerűségére a buszoknak, hogy a következő esztendőben 2019-ben már 22 ezer ügyfelet fogadott, ugyanaz a buszmennyiség. Nagyon örülök, hogy ide a megyénkbe is megérkezett a kormányablakbusz, és külön köszönöm, most Ákos képviseli itt a polgármestereket, de mindegyik polgármesternek külön köszönöm azt a nyitottságot, amelyet a busz beszerzése kapcsán az irányokból tapasztaltunk. Hiszen azon a 9 településen, ahol van kormányablak, teljesen szükségtelen a buszt működtetni, de a többi 67 településen járási hivatalvezető kollégáim egyenként egyeztettek a polgármesterekkel, és minden esetben nyitottságot tapasztaltak, és azt tapasztalták, hogy a polgármesterek a településük érdekében szeretnék igénybe venni ezt a szolgáltatást. Nyilván a puding próbálja az evés, mi is nagyon kíváncsian várjuk azt, hogy milyen igénybevétel lesz, milyen érdeklődés lesz a busz iránt. Úgyhogy egy ideglenes menetrenddel tudunk elindulni a mai nap első ügyintézése után hétfőn, október 5-én, és egy kiszámítható menetrendet próbáltunk adni, tehát minden egyes településen tudni fogják az ott élő állampolgárok, hogy hányadik héten, pontosan hány órakor lesz ott a kormányablak busz. Nyilván a következő hónapok gyakorlatát áttekintve tudjuk majd a végleges menetrendet kialakítani. A kormány megbízott úr is említette, hogy mennyi települést érint a megyében ez a fajta szolgáltatás. Nálam a 30 településből 27-et, tehát ha a számarányokat tekintjük, akkor felfoghatjuk ennek a súlyát. És visszanyúlnék 2010-re, amikor még Navracsics Tibor miniszter úr bejelentette, hogy szolgáltató állam az a vízió, ami a kormányzatot vezérli. És amikor eljutunk 10 év után oda, hogy az utolsó településre is el tudjuk küldeni, hogy helyben valósulnak meg azok az adminisztratív szolgáltatások, igazgatási szolgáltatások, amelyekért eddig esetleg messzere kellett a járási székhelyre bebuszozni, hogy gondoljunk az idős embereknek a mozgási nehézségeire, akkor a gyakorlati oldalról is látjuk, hogy milyen fontos lépést tettünk előre. És még egy gondolatra szeretnék rácsatlakozni, hogy itt valóban a polgármesterekre azért nagy szerep hárul, hiszen ennek a szolgáltatásnak a széleskörű ismertetése, a helyi időpontoknak a közszámára való hozzáférése talán az ő számukra leginkább kivitelezhető. Úgyhogy azt kérem, hogy valamennyien működjünk egyre, hogy ne csak egy technikai vívmányról beszéljünk, hanem egy élő szolgáltatásról. Állam igazgatási szintű közszolgáltatás jelent meg ezzel a mobil kormányablak busszal. Különös jelentősége van ennek a mai járvánnyal terhelt időszakunkban, amikor elsősorban az idősek és a kisgyermekeket nevelők igénybe vehetik ezt a szolgáltatást. Nem kell kimozdulniuk a saját településükről, kisebb településekről, és nem kell fölöslegesen kockáztatni az egészségüket újabb és újabb kontaktoknak a megteremtésével. Jó időben, talán most lehet leginkább jó reklámot csapni ennek az új szolgáltatásnak, közigazgatási szolgáltatásnak. Én kívánom azt, hogy a biztonsági előírások betartásával azok a közszolgálati munkatársak, akik a kormányablak buszon fognak szolgálatot teljesíteni, azok a érintett állampolgárok megelégedésére biztonságos körülmények között tudják ezt megtenni. A magyar állam valamennyi szolgáltatása elérhetővé válik,
jelen időben, azonnal, és ahogy azt egyébként egy szokásos hivatali ügyintézésnél is, beutazással és a többi értékel eddig az ügyfelek. És szükség van rá, mert a közigazgatás átszervezése jelentette azt is, hogy a feladatoknak az átszervezésével a kormányhivataloknál is egyre több a feladat, mind belülről, mind pedig a társhatóságokkal való együttműködés okán, és éppen ezért fontos az, hogy ezek az ügyintézési pontok a legszélesebb témakörben legyenek elérhetőek, hiszen egy kis faluban nem csak a saját egyéni életünk szervezéséhez szükséges okmányok, igazolások, gyermekszületés, csokigénylés, gyermeknevelési támogatások igénylése, amiből most az állam bőségesen ad, hiszen a legutolsó nagyobb fejlesztési vagy bővülési lehetősége a kormányhivatal az a családtámogatások, család politikai intézkedéseinek a végrehajtása, ami szintén nagy terhet ró rá, de a polgármester úr pontosan tudja velem együtt, hogy rengeteg az igény, hiszen a kis falvakban megindult a családtámogatási programnak köszönhetően a beköltözési és a támogatások igénylésének a hulláma, ami nagyszerű dolog, de ennek a kiszolgálása és ennek a gyors kiszolgálása a babaváró támogatásoktól kezdve egészen az építkezés szolgáló támogatásokig egy rendkívül mindennapi és rendkívül fontos dolog, hogyha a családalapítók komfortérzetét vesszük alapul. És a végén hazárjam azzal, hogy igen, kormány megbízott úr, hál' Istennek ilyen kiváló polgármesterekkel dolgozunk együtt. Úgy képzeld el, hogy több településen voltam a polgármesterek sorozatos látogatásakor tanulja a szem és fültanulja annak, hogy amikor járási hivatal vezetőink az általad kiszabott feladatot maradéktalanul és példásan elvégezték az elmúlt időben a KAP-busz működésbe állításakor, ott helyben a polgármester azt mondta, hogy szkennelve, PDF-be, bármibe, de azonnal kiteszem, hogy erről mindenki tudjon. Tehát a polgármesterek nem is kellett, hogy felkérést kapjanak erre a hírelésre, mert érzik ennek a súlyát, fontosságát és lehetőségét. Úgyhogy azt gondolom, mint ahogy eddig is, ezután is nem csak a közigazgatás, hanem minden fontos, és a térséget érintő közös ügyekben a polgármestereink jó szövetségeseink voltak eddig is, és bízom benne, hogy azok maradnak. Az idén szeptemberben átadott 10 kormányablakbusznak köszönhetően már az ország minden megyéjében van ilyen jármű. A busz olyan településekre megy, ahol nincs helyben ügyintézési lehetőség. A részletes menetrendet a kormányablak.hu honlapon is elérhetik.